Well, we start again with a lot of fouls, and I feel like that got us in trouble at the beginning. A lot of fouls that resulted in free throws, and obviously until the end of the game we had 25 turnovers, which is a lot when you play against the team that that Sopron has. So we're going to have to do much better in that aspect, and respect the game much more if we want to do better in next game. Nagyon örülök ennek a győzelemnek. Egy olyan csapat ellen játszhatunk, aki szerintem az idei szezonban még erősebb lett, mint tavaly, és ezt az Euroligában is megmutatták, úgyhogy maximális erőbedobással készültünk erre a meccsre, és nagyon örülök neki, hogy ilyen nagy különbséggel sikerült nyerni. Azt gondolom, hogy egész meccsen nagyon jól kontrolláltuk elsősorban védekezésben a mérkőzést, és szerintem tényleg mindent megcsináltunk, amit szerettünk volna. És hát, mint ahogy már mondtam, az, hogy ilyen nagy arányú győzelmet sikerült aratni, ez még egy pozitívum. Gratulálok a Sopronnak, szépen játszottok, nagyon jól kontrollálták a játékunkat. Egyrészt sem védekezésben, aztán meg támadásban nem voltunk precízek. Ahogy Ami ma is mondta az elején, nagyon sok faultot megüzöttünk, majd a harmadik negyedben pont ellenkezőleg, amikor meg kellett volna ütni a faultokat, azokat nem használtuk. Ebben mindenképp kell javuljunk, hogyha mondjuk le szeretnénk győzni a Sopront az Euroligába, akár a magyar bajnokságba. Úgy gondolom, hogy a játékképe alapján ez a különbség abszolút reális, de hiszem azt, hogy a két csapat közt nincs ekkora pontbeli különbség. Reméljük, hogy jobb arcunkat tudjuk mutatni két nap múlva az Euroliga, három nap múlva, bocsánat, az Euroliga mérkőzése. A DVTK egy nagyon komoly csapat, egy jó csapat, és azt gondolom, hogy a mérkőzés során, ahogy felkészültünk és ahogy kiviteleztük azokat, amit megbeszéltünk, az többé-kevésbé, sokkal inkább többé megvalósult. Természetesen lehetne itt is hibákat találni, de most nem erről szeretnék beszélni, hanem pont arról, hogy egy jó lüktetésű meccs volt, szerintem nagyon sok helyen okosan, jó kosár labdáztunk, és örülök, hogy a csapat egy ilyen mérkőzést tudott játszani a Miskolc ellen. A szerdai az egy teljesen új mérkőzés lesz, egy másik találkozó, úgyhogy abszolút földön járunk, és nem gondoljuk azt, hogy most akkor a következő mérkőzést is simán behúzzuk. Nem fog semmiféle hasonló dolog altatni minket, egy ehhez kapcsolatos dolog. Ugyanilyen keménységes koncentrációval szeretnénk beleállni a mérkőzésbe, és különösen ez a pár mérkőzés a válogatott szünetig mind-mind nagyon nagy jelentőséggel bír, úgyhogy igyekszünk a következő mérkőzés kihívásainak is maximálisan megfelelni.